Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Helybe viszik az ügyintézést. Irodát nyitott a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara Bonyhádon. Méltatlan állapotú a kápolna. Závod polgármestere önköltségből is felújítaná az épületet. 1944-ben bombák zúdultak Újdombóvárra. A tragédiára emlékeztek. Barátságos hangulatú versenyzés. Sárkányhajósok találkoztak Domboriban. Ügyfélszolgálati irodát nyit Bonyhádon a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A szervezet célja, hogy szolgáltatásaik ne csak Szekszárdon, hanem más településeken is közvetlenül elérhetőek legyenek. Bonyhádon a polgármesteri hivatalban nyit irodát a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Egyelőre havonta, de a jövőben igény szerint hetente is fogadnának ügyfeleket. Ennek az a lényege, hogy ahogy a polgármester asszony is fogalmazott, Bonyhád egy járásközpont. Nyilván nem csak a bonyhádi, hanem a Bonyhád környéki vállalkozásokat is érinti, és az a lényege, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket eddig Szekszárdon tudtak igénybe venni, az Bonyhádon is igényelhessék a vállalkozások. A kamara célja tehát, hogy vidéken helyben is elérje a vállalkozásokat. A bonyhádi iroda nyitása ennek a folyamatnak az első állomása. Bonyhád az mindig egy ilyen pilot program, azt el szoktam mondani, mert az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat, illetve én magam is bonyhádi vagyok, és elég gyorsan tudjuk tesztelni ezeket a dolgokat, és kellő rugalmasságot kapunk a partnerektől is, de Tamásiban, Dombováron és Pakson, ezen a három helyszínen mindenképpen gondolkodunk azon, nyilván a bonyhádi tapasztalatokat figyelembe véve, hogy hasonló ügyfélszolgálati irodát nyissunk. A vidéki vállalkozóknak az új irodákkal a jövőben sokkal könnyebbé válhat az ügyintézés. Nagyon örülünk annak, hogy a Tolna vármegyei iparkamara itt Bonyhádon létesített elsőként az ügyfélszolgálatoknál egy olyan szolgáltatási lehetőséget a vállalkozásoknak, amely egyedülálló még egyelőre a megyében, hiszen ezen túl nem kell Szekszárdra beutazni azoknak a vállalkozásoknak, akik szeretnének ügyeket intézni. Ugye nagyon sok mindennel foglalkozik az iparkamara, többek között a vállalkozásoknak pályázati lehetőségekkel, Széchenyi kártyát és sok mindent sorolhatnánk. Talán nem csak a bonyhádi vállalkozásokat, hanem a térség valamennyi településének a vállalkozóit segítettük ezzel a lehetőséggel, hogy itt az ügyfélszolgálatok helységében a mezőföldvíz és a Délkom mellett most már a Tolna vármegyei iparkamara is helyet kapott. Az iparkamara az elmúlt időszakban több Tolna vármegyei településen számos alkalommal tartott különböző eseményeket, például tájékoztató fórumokat. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vidéki vállalkozások az ilyen jellegű információkra is igényt tartanak, hamarosan pedig már ügyeiket is több helyen közvetlen intézhetik. Önköltségből felújítja a több mint 300 éves, rossz állapotban lévő kápolnát László Attila, Závod polgármestere. A romos épület a település külterületi határán található. A község vezetője azt mondja, anyagi adományt nem kér, ha a munkálatokba valaki szeretne csatlakozni, azt elfogadja. Itt készülne ugye az állványzat egy rászorított állványcsövekből, egy trepnis megoldása. A Závod külterületi határán található kápolna felújításának terveit ismerteti László Attila, a község polgármestere. A rendkívül rossz állapotú épületet 2016-ban már megpróbálták restaurálni, akkor nem jártak sikerrel. Ugye itt egy több lépcsős előkészítést igényelt a felújításnak a tervezési fázisa is, hiszen engedélyek beszerzése, a tulajdonosi viszonyok tisztázása, a területi viszonyok tisztázása volt első körben az első leges kihívás. És gyakorlatilag ott megakadt nem került további fázisba már a megvalósítás, hiszen olyan akadályokba ütköztünk, ahol nem tudtuk ezeket a viszonyokat tisztázni, rendezni, és igazság szerint akkor a kegyelemdöfést gyakorlatilag az egyik résztvevőnek a hozzájárulási szándéka, illetve nemleges szándéka gyakorlatilag meghiúsította az akkori elképzelést. Az elmúlt időszakban a kápolna felújítása tehát különböző törvényi, jogi akadályok miatt is meghiúsult. A polgármester ebbe azonban nem törődött bele. Ezért én úgy gondoltam, hogy én, mint magánszemély most nekiállok, és mindenféle sallangot elhagyva, tervezési költséget, kiméretési költséget, műszaki ellenőri díjakat elhagyva neki fogok.
A kápolnában a téglák kimozdultak helyükről, a tető is megrongálódott. Továbbá az épületet körülvevő területet is helyre kell hozni. Egy ilyen cölöpös terület stabilizálással megóvni, megvédeni a termőföldet, illetve vissza depózni a földet köréje. Egy nagyon fontos szempont lenne az is, hogy megközelíthető legyen biztonságosan a kápolna, hiszen körülötte a föld már annyira elkopott, eltűnt, hogy gyakorlatilag már a megközelítése is nehézkes és veszélyes. Ez is egy szempont lenne. Nagyon fontos lenne a gázjelzőknek hát ha nem is eltávolítása, de valami esztetikusabb tétele. László Attila bízik benne, hogy a magánkezdeményezésében társakra is talál. Mint mondta, a restaurálás pénzbeli költségét finanszírozza, ha valaki kétkezi munkával vagy anyag hozzájárulással szeretne segíteni, azt szívesen fogadja. Célja, hogy elképzelése idén őszre megvalósuljon. ...5835 hektáron lesz szúnyoggérítés Tolna vármegyében a napokban. Többek között július 3-án Dunaföldváron és Szekszárdon, másnap például Bogyiszlón, Decsen, Őcsényben és Tolnán, pénteken pedig Dunaszentgyörgyön, Gerjenben, Faddon és Tamásiban is végeznek földi kémiai gyérítést. A katasztrófavédelem tájékoztatott arról is, hogy a Dunán levonult árhullám nagy kiterjedésű csípős szúnyog tenyésző helyeket hozott létre, amelyeken tömegesen fejlődnek az ártéri szúnyogfajok. Ahol erre lehetőség nyílik, a szakemberek a lárvák ellen biológiai módszerrel lépnek fel. Változnak az egészségügyi jogszabályok. Kötelező lesz elmenni több szűrővizsgálatra is, írja az Economics a magyar közlöny alapján. A változások az alábbi vizsgálatokat érintik. 25 és 60 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően 3 évenként méhnyakrák szűrés. 45 és 65 év között 2 évenként emlőszűrés. 50 és 70 év közötti életkorban 2 évenként vastag és végbélszűrés. Az új szabály 2025. január 1-én lép hatályba. Ha valaki mégsem akar elmenni, az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal rendeli el, amely azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Teljes szélességében aszfaltozzák Györkőny utcáit 11.556 négyzetméter felületen. A beruházás közel 60 millió forint, melyet az önkormányzat erre a célra megtakarított forrásából fedez. Az aszfaltozást követően bejárják az érintett területeket, melynek során felmérik az esetlegesen kialakult problémákat, és azokat az önkormányzat keretein belül oldják meg. Az önkormányzat a helyreállítási munkálatok ideje alatt kéri a helyiek türelmét. Több mint 180 darab bomba, összesen 75 tonna súllyal. Hatalmas mennyiségű robbanó anyagot dobtak le szövetséges repülők Újdombóvárra 80 éve, 1944. június 30-án. A tragédiára, amelyben 12-en meghaltak, minden évben megemlékeznek a Tolna vármegyei településen. ...1944. június 30-a fekete napként vonult be Dombóvár történelmébe. Szerencsétlenség a szerencsétlenségben, hogy a bombákat eredetileg nem a tolnai településre tervezték ledobni. Erre emlékeztek most a helyiek. Lengyelországba, a sziléziai bányákba kívántak menni a szövetséges gépek bombázni, de mert az időjárás ezt nem tette lehetővé, nem akarták elvesztegetni a tölteteket, és úgy döntöttek a vezetőik, hogy elszórják a Dél-Dunántúl vasúti célpontjaira, így Újdombóváron is. Hát 75 tonnányi bombát szórtak el, és ez nagyon váratlanul érte a városrészt. A tragédiának 12 halálos áldozata volt, azonban a bombázás sokakat közvetlenül is érintett, hiszen többen hajléktalanok is lettek. Mindig azért fontos emlékezni a múltra, hogy figyelmeztessük a jövőt, hogy ne legyen ilyen többet. Nem azt látom, hogy rengeteget változott az emberiség hozzáállása a béke kérdéséhez,
de úgy gondolom, hogy a megemlékezések valamennyire mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a szörnyűségeket nem kell megismételni. A városrész lakóinak többsége akkoriban vasutas volt, a helyi vasutas telep pedig éppen 1944-ben volt 25 éves. Akkoriban, meg még nagyon sok évtizeden keresztül a vasút volt a fő megélhetési forrás, arról nem is beszélve, hogy valamennyire azért Dombóvárt jól bekapcsolt az ország gazdasági áramlásába, hogy ez egy ilyen vasúti központ volt. Az új dombovári nagyboldogasszony templom falán egy emléktábla tiszteleg a város világháborús hősi halottai előtt. Hősök napja szerepjátékos találkozót tartottak a hétvégén Alsónyéken. Idén több mint 60 fő vett részt az eseményen, fiatalok és idősek egyaránt. A szerepjátékos találkozó egy kreatív közös történetmesélésen alapuló hobbi, ami magába foglal több művészeti ágat is. A csoport évente két rendezvényt tart, a következő október 19-én lesz. A résztvevők nem csak a környékről, hanem például Debrecenből, Szegedről és Szombathelyről is érkeztek. Gacsán József költőt, irodalomszervezőt, könyvtáros 80. születésnapja alkalmából ünnepelték családtagjai, barátai, munkatársai, olvasói és tisztelői a Szekszárdi Művészetek Házában. A meglepetés sem maradt el, ugyanis a közönség előtt kapta meg költeményeit frissen nyomtatva egy kiadvány formájában. Az esemény házigazdája és ötletadója a Baga István Alapítvány elnöke Orbán György volt. Ezt még időben érdemes felfedezni, hogy minden nap ajándék, és úgy is kell viszonyulni hozzá. Tehát úgy kell ajándéknak venni, hogy a teremtés szépsége benne legyen, és aki él, a maga területén teremtsen is. Az atlétikai klub Bonyhárdnál nevelkedett, az év elején a győri atlétikai klubhoz igazolt rúdugró, Böndör Márton hétvégén a 129. atlétikai magyar bajnokságon aranyérmet szerzett. A sportoló 480 cm-es magasságon melegített, az 500, az 510 és az 520 cm-t elsőre teljesítette. Ezután 5 méter 32 cm-re emeltette a lécet, ezt is megugrotta, amivel magabiztos győzelmet aratott. Szabadidős csapatok, cégek, baráti társaságok mérették meg magukat Faddomboriban. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület egy hangulatos versenyt rendezett a sporták szerelmeseinek. Kovács Gábor, a Tolnai Sárkányhajó Egyesület elnöke a parton várta az érkező csapatokat. A mai program az úgy alakult, hogy a Sárkányhajó Szövetség és a Kajakenő Szövetség által rendezett sárkányhajó versenyekből lassan kiszorulnak az amatőr és sportolók, és most az idén próbáltunk olyan versenyeket rendezni, hogy szabadidős csapatokat hívtunk meg, azok mellett még teljesen amatőr csapatokat, például Tolnáról is vannak a szépkorúak, tehát képviseltetjük magunkat egész a 6 évestől a 86 éves korig. A jó kapcsolatrendszernek köszönhetően tudják megtartani ezeket a rendezvényeket, melyek során tapasztalataikat és élményeiket is megosztják egymással a társaságok. Megmondom őszintén, 18 év alatt azért már alakultak ki kapcsolatok így egyesületeken belül. Az idén Budapestről érkeztek az első MTK csapata, Szegedről a Vassárkányok, Pécsről a Pécsi Építészek, aztán a Bajáról a Bajai Spartakus és a Tolnai Színeket viszont a Rosszatom és a Tolna csapata képviseli együttesen. Sok az elhivatott versenyző, bár nem mindenki a győzelemért érkezett. Egy baráti kapcsolatot alakítottunk ki a Kovács Gábor és a Szandrának a sárkányhajós csapatával, a Vándorló Szépkorúak baráti köre, és megkeresett bennünket a Gábor, hogy volna-e kedvünk ezen a mai rendezvényen részt venni, és boldogan vettük, örömmel vettük ezt a meghívást, eljöttünk 10 fővel erre a csodálatosan szép időbe, ide Dombariba, erre a versenyre. Nem versenyzünk, a részvét az a fontos itt nekünk. Jó érezzük magunkat, nagyon-nagyon sok embert megismertünk, és innen tudjuk tovább építeni a baráti körnek a kapcsolatait.
Urasinova Olgáék Paksról jöttek a Rosszatom cégtől. Csapatuk kollégákból állt össze, egyik szenvedélyük pedig a sárkányhajózás. Itt összebarátkoztunk a helyi sárkányhajó csapatokkal, és részt veszünk a versenyeken, amelyeken csak lehet, mert nagyon lelkesek vagyunk, és szeretném köszönetet mondani Gábornak, és mindannyiaknak, akik segítenek nekünk hódítani ezt a sárkányhajózást. A nagy hőség ellenére sok egyesület szállt hajóba, és egy inkább szórakoztató, kötetlen, mint versengő hangulatot varázsoltak a vízre. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Motorkerékpálosok, zarándok motorosok megáldása Mária gyűdön. Vihar, jéges hőheves zivatar és 100 km per órás szél a Balatonnál. A magyar pálos rend lelki és szellemi vonzásában kialakult motoros közösség motorkerék pálosok néven járja a világot 2008 óta. Bárki bekapcsolódhat a motoros közösségbe, aki hasonló szellemiségben éli életét. Erdélyből, délvidékről is csatlakoztak hozzájuk az idei túrához. Mária gyűdön Péter Pál búcsú napján áldást kaptak a vasárnapi szentmise után, és onnan indultak tovább Budapestre. Éppen az áldását adja Keresztes Andor plébános a Vajdaságból már lassan hazafelé tartó motorkerékpálosok közösségének. Szerbiából, Temerin városából érkeztek a zarándok motorosok Mária gyűdre. Kúkai Péter 2018 óta tagja a közösségnek. Vallásos hite és a motorozás iránti szeretet, no meg a közösség az, ami a csapatban tartja. Most adódott egy ilyen lehetőség, egy ilyen alkalom, hogy a csapat ellátogasson arra, ami vidékeinkre, ugye, amik ugye annak idején a Nagy-Magyarország részét képezték, és akkor így lehetőségem volt bemutatni a csapatnak azokat a dolgokat, ugye, amik ott magyar kéz épített, stb. Stb. A motorkerékpálosok közössége az egész Kárpát-medencéből származik. Ezen a motoros zarándoklaton vannak itt felvidéki, délvidéki, erdélyi barátok is. Évente többször összejönnek és közös zarándoklatokat szerveznek, mondta Ostorházi László, a zarándoklat szervezője. A levelező listánkon több mint 200 név van, és egy-egy túrára olyan 20, 30, 50, attól függ, mondjuk, ha Rómába megyünk zarándokolni, akkor egy kicsit többen vagyunk, hogyha valamilyen, mondjuk a svájci hágókat hágjuk meg, akkor oda csak maximum 5-6 motor megy el, de nem azért, mert nem akar több menni, hanem azok olyan nehéz utak, hogy ott limitálni kell a létszámot. De mindig van jelentkező. Eredetileg még Tolnai Gábor szervezte a zarándoklatokat, mivel már 82 éves, ezért a stafétabotot átadta Ostorházi Lászlónak. Nagy motorját egy kisebbre cserélte, így idős korára is motorozhat biztonságosan. Ezen a hosszú túrán azonban már nem vett részt. Röviden nem voltunk a túrán, de lélekben ott vettünk részt, ahol lehetett a program ismeretében, és ez a továbbiak folyamán is így lesz, mert ezt nem lehet elfelejteni, ezt a 10 évet, meg azokat az embereket sem, akikkel azóta sűrve, főbe, szívvel, lélekkel támogattuk, szerettük egymást, és együtt motoroztuk, együtt éltünk olyankor szoros kapcsolatban. Ők nem motoros klub, hanem szeretett közösség, mondta Zsabokorszki Zsolt, aki a motorkerékpálosok közösségében a titkári feladatokat látja el. A kezdetektől a közösség tagja. Az én motoromban 150 ezer van benne. És ezt velük tettem meg, mínusz 7000, annyi volt, amikor vettem. Tehát sokat megyünk, nagy a távolságok, Csíksomlyó is, ugye, Csenztóval, ami állandó programunk, meg párosok nyomában bejártuk Közép-Európát. Felvidék, délvidék, Asztria, Erdély, ezt az atyák kíséretében és vezetésében bejártuk az összeset. És amikor megyünk egy ilyen zarándoklatra, az egész éves program Mária kegyhelyek látogatására van fölfűzve. Innen már Budapestre, a kiinduló helyükre motoroznak vissza. A motoros zarándoklat a pálos rendi szerzetes Boton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő és lelkiségben is egyező embereket. Száz kilométer per órás széllel, nagy esővel és helyenként jéggel búcsúzott a június a balatoniaktól. A katasztrófavédőket több mint 50 helyszínre riasztották.
Letört faágak, útestre dőlt fák és villanyoszlopok nehezítették a közlekedést Balatonöszödön, Balatonszárszon pedig több ház udvarában is pusztított a heves zivatar. A felmosófa még szárad az udvaron, erre a kis teraszra, sőt több helyiségbe is betört a víz Balatonszárszón. Ugyanennek a háznak az udvarában egy diófa vastag ága szakadt le a nagy szélben, kissé megrongálta a melléképület tetejét, de senkinek sem esett baja. Ennek a balatonszárszói társasháznak az udvarán is pusztította a vasárnap esti vihar. Az itt lakók maguk kezdték el megtisztítani a leszakadt faágaktól az udvar egyik felét, amíg a másik felén az áramszolgáltató munkatársai dolgoztak, szintén a vihar miatt. Az udvarban rengeteg fát letört, a túlsó oldalon még a villanyvezetékre is ráment, most intézkednek, hogy az is, de szerencsére nem okozott semmi kárt autóba vagy személybe. Az itt lakók azt mondják, este 21 óra körül érkezett meg a vihar, és viszonylag gyorsan tovább is ment. Olyan hirtelen jött, hogy szinte váratlanul, és nagy eső, hirtelen óriási felhőszakadás, erős széllel, a fák itt az oldalon teljesen szinte vízszintesre lefordultak, és körülbelül egy percig még erős jégeső is volt. Köszönöm Sabolynak, helyesen nyugtázta a visszajelzést vétel. Ez már a Gábor Áron utca, itt is több fát kidöntött a szél. Bevallom, nem ébredtem föl a viharra, csak amikor reggel kijöttem, akkor láttam, hogy a kertben számos kisebb-nagyobb ágat fúj a szél. Átkukkantottam a telkünk erre a részére is, és akkor láttam, hogy itt az előbb talán fotózta, filmezte a kollégája, a szomszéd erdős részről egy fát rádöntött a kerítésre a vihar. A vihart Balatonöszöd sem úszta meg, ezt a bekötő utat eltorlaszolta egy kidőlt fa, amely magával rándott két villanyoszlopot is. Ahol az úton vagyunk, így gyakorlatilag most lehetetlen a közlekedés, le is zártuk az utat, mert kidőlt két villanyoszlop, illetve egy fa. A vezeték pedig húzta magával a többi oszlopot, tehát most folyamatban van a hibának az elhárítása. Benne a településen kisebb károk voltak, de egy-két épületet megbontott a vihar. A katasztrófa védőket több mint 50 esethez riasztották megyeszerte, de a legtöbb tennivalójuk a déli parton adódott. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Helyben viszik az ügyintézést, irodát nyitott a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara Bonyhádon. Méltatlan állapotú a kápolna, Závod polgármestere önköltségből is felújítaná az épületet. 1944-ben bombák zúdultak Újdombóvárra, a tragédiára emlékeztek. Barátságos hangulatú versenyzés, sárkányhajósok találkoztak Domboriban. Szerdán délelőtt az ország nagyobb nyugati és középső tájai felett napsütés várható. Délután a Nyugat-Dunántúl fölött lehet több felhő. Csapadékmentes idő a valószínű. Délelőtt még élénk lesz, majd a délután folyamán legyengül az északi légmozgás. Éjszaka csillagfényes, szélcsendes időnk lesz. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!